Koponya repedés, 8 platina csavar a bal kézfejben, bordatörések, jobb és bal térdek meniszkusz operációja, agyrázkódás eszméletvesztéssel, kommóció, vesebevérzése, csigolya repedések, szalagszakadás a bal és jobb bokában, jobb vádli izomszakadás, varratok az állkapocs és az arccsont környékén, keresztszalagszakadás a bal és jobb térdben, kitört metszőfogak, tüdőbevérzése, lovagló izomszakadás, harmadfokú égési sérülések, valamint megroppanja kicsigolyák. Leszakadt a füle meg a kulcsontom eltört. Rám esett a ló. A fejemet védtem, mert láttam, hogy csillognak a patkók fölöttem. Konkrétan eltört a nyakam. 19 agyrázkódása volt, igazából minden el volt törve, ami létezik. 6 bordám tört el egyszerre, és abból 4 ablakosan, tehát hogy ott így tört el a bordám. Oda csodájára jártak a intenzíven, hogy én még élek. 68 után a Várkonyi hozta be ezt a kifejezést, állítólag Franciaországból hazajött, és akkor mondta, hogy gyerekek, hát ezeket a srácokat úgy hívják, hogy kaszkadőrök. Ezt ad ide, úgy, és akkor hozzátok a többit, jó, gyertek? Az egész élet, kaszkadőr élet ebből áll, pakolásból. 2 nap pakolás, 1 perc felvétel. Már az első filmekre nagyon jellemző volt a mozgalmasság, meg az akciódús jelenetek sorozata. Az 1920-as Egri csillagoknak voltak ilyen akció jelenetei az Egrivár ostromakor. De voltak például olyan jelenetek, ami perrel végződött. A Tolon című filmben van egy olyan jelenet, ez meg is van ez a film nekünk. A kertész Mihály rendezte, Jászai Mari játszotta az egyik főszerepet, mint nagy budapesti sztár, és az egyik jelenetnél a forgatás után megvádolta, sőt be is perelte kertész Mihályt Jászai, mondván, hogy a szekere túl korán indította, ami őt fel kellett volna vegye, vagy le kellett volna tegye, minden esetre ott kificamodott a lába, vagy valami sérülés érte, úgyhogy ebből egy komoly per keletkezett. Vannak olyan filmjeink, ahol például a hősnek muszáj megvívnia az ellenségével. Ott nagyon komoly vívó mesterek tanították be ezeket a jeleneteket. Például Karádi Katalinnak van egy ilyen hosszabb, nagyobb vívó jelenete. De ezek is tulajdonképpen, mint ahogy a Fred Astaire-éket nem lehetett utolérni, ez is mindig kicsit az amerikaiaknak a gyenge utánzata volt. Méltóságos gróf úr, tessék azonnal hazamenni, mert az öreg méltóságos úr nagyon rosszul. Benkő Gyula játszotta 43-ban az Ördöglovas című filmet, ami kifejezetten ilyen akciódús jelenetekre épült, illetve hát az alaptörténete az volt, hogy Sándor Móricz grófa, az ördöglovas, aki úgy tud lovagolni, mint az ördög. Mai szemmel nézve ügyetlenül megcsinált kis jelenetek, de valóság az, hogy a közönségnek nagyon tetszett. A 60-as években nagyon sok film készült a tévé számára. Az első ilyen külső helyszíneken készült nagyszabású film, az a Tenkes kapitánya volt. Hát ezekben a jelenetekben is azért vannak ilyen különböző harci cselekmények, amikor lelövik a labancokat, és hát ezeken még ugye színészek játszanak, akiknek fogalmuk nem volt arról, hogy hogyan kell egy halált eljátszani, egy lövést például. Úgyhogy mindig lehet látni, hogy ezek a labancok ráborulnak a ló hátára, amikor lövést kapnak, és így lecsúsznak óvatosan a ló nyakát fogva, nehogy valami bántódásuk esse. Honnan tudták volna, hogy kell ezeket a technikákat megoldani? Ugye hát a rendezőnek volt egy elképzelése, mondjuk lelőnek egy lovast, leesik a lóról. Ugye hát az a szerencsétlen lovas, aki egész életében azt gyakorolta, hogy fönn kell maradni a lovon, aznak le kell esni. Persze hát ugye általában össze-vissza törték magukat, vagy visszafogták a lovat, megállították a lovat, és úgy estek le, nem a megfelelő módon, nem volt védőfeszerelés, hát ezek teljesen ilyen új keletű szavak. Tehát teljesen amatőr módon ott hirtelen rögtönözve jöttek létre.
ezek az akciók nem voltak olyan jellegű próbák, hanem egyszerűen megcsinálták a jelenetet. Amikor Magyarországon először készültek ilyen komolyabb kaszkadőr jelenetek, illetve olyan jelenetek, amihez már nagyobb, komolyabb tudás kellett, ez már azért inkább a 60-as évek, és az a fajta igényes filmkészítői szándék, ami a Várkonyi Zoltán féle jókai filmekben volt tapasztalható. Vigyázz! A folyó! Akkoriban az volt a kaszkadőr, aki lovon ült. Aki ott lent van a földön, az olyan talpas, az olyan nem kaszkadőr, az a kaszkadőr, aki lovon van. Utánam! És akkoriban rengeteg kosztümös film forgott. Rengeteg tévéfilm forgott, rengeteg játékfilm forgott. Nagyon komoly kaszkadőr csapat működött akkor. Ugye hát akkor voltak még ugye az oroszlánék, a Marosi Laciék, akik nagyon nagy nevek voltak itt a szakmában, és hogy milyen feeling vette ez körül. Tehát valami elképesztő nagy dolog volt, hogy a közelükbe kerülhettünk. Annyira más volt az életvitelük, tehát volt bennük ez a fajta vagányság, hogy nagyon szerettek élni. Imádták őket a csajok, szerettek enni, szerettek inni, szerettek bulizni. Mindenük volt a sport. Tehát az edzés, a konditerem, vagy a szauna, a rudasfürdő, futás, terepfutás és lovaglás. Baromira imponált nekem az életmódjuk, szóval az lenyűgöző volt. Hát ez, ebből a debreceni létből, hogy kijön be Pestre, egy kicsit ilyen tanácstalan az ember. És amikor ezek a csávok befogadtak, akkor nét aztán jött az ezzel a hajamat. Az rendben volt nagyon. Mi igazából azért csináltuk, mert ezzel a szabadságunk volt megváltva. Olyan életet éltünk, hogy biztos, hogy az országban nem sok volt, aki azt az életet élhette. Két nap alatt 10.000 forintot kerestem. Akkor, mint lovasedző, 1.200 forintot kerestem egy TF-ben, mint lovasedző. Tehát ez egy gyakorlatilag 9 havi fizetésem. Jutott mindenre ebből. Sok olyan akcióban vettek részt, ahol nem a felkészültségük miatt csinálták meg a dolgot, hanem rásegítettek egy kis alkohollal. Ezek ilyen legendás dolgok. Tudom, hogy vezetődtek be a napok, mikor ugye megérkezett a csapat, és ott volt rögtön a sarkon a kis bögrekocsma. Kösz, fiúk, egy rundót a társaságnak! Egy ember volt a Marnic Pista, aki nem ivott, hogy bementünk reggel a kocsmába, akármelyik helyszínre mentünk, akkor valami kis édességet, valami kis minyont megtalált ott valamit. Többiek bum-bum-bum, egy-kettő-három, rendben volt az egész, és akkor mehettünk. A Cié című filmben, a Bodi Gabi filmjében a spanyol színésznő volt, gyönyörű nő. Kivitték részegen lovagolni, leesett a csaj, kitörött a foga. Óriási baj, ma ezt nem tudnánk megcsinálni. Gondolod, hogy a Sharon Stone-t elvinnénk, vagy most a Linda Hamilton-t kivinnénk a lovardába, a szüztetőrnek a képét érted. Hát az egész csapatot kidugnák a filmből. Az régen meg lehetett csinálni. Amúgy nagyon oda kellett figyelni, azért tulajdonképpen akármit csináltál, leestél, vagy a lóról, vagy bármit csináltál, tehát az ütött az a föld, tehát és jó meg kellett csinálni. Engedd el, te rohadt tök, te! Ott nem volt az, hogy nem csinálom, mert akkor másnap nem vagy ott. Én talán kettő vagy háromról tudok, aki nem vállalta be, az kész, semmi gond, öltöz át, nem volt kaszkadőr. Nagyon szerettem őket, ugye, hogy le tudjanak ugrani a Dunából, autóval, meg nem tudom, ahhoz bátorság kellett is, megfelelő lazaság. Kevés olyan gyerek volt, aki a körút 42-ből vállalkozott volna arra, amire ezek. Olyan mutatványokra vettek rá minket, ami az embernek rémálmában nem jött elő, és ilyen teljesen mosolygós, közönös arccal mondta, hogy hát persze, hát ezt meg lehet csinálni, és tényleg meg lehetett csinálni. De hogy előtte én átgondolom, hogy mit, hát akkor eszem ágában nincsen.
egy nagy pultot csináltattunk, és innen meg, mint a sört dobják a Westernekbe, így a kaszkadőt így dobtam, ezek tudtak szállni, esni, minden tudtak. Bárkony ott ült a Illés papi mellett, a gép mellett, hogy nehogy megsérüljön valaki. Senki nem sérült meg, egyszer vettük föl a verekedést. Jártunk Pilisboros Jenőre lovagolni, ahol, mint hogy akkoriban sok olyan magyar film készült, ahol lovagoltak, 80-20-as, stb. Cserhalmi, Garas, Tordi, egy csomó színész tanítottak a lovas kaszkadőrök. Azt úgy hívtuk, hogy filozófiai iskola. Oda jártak ki a filmrendezői karból nagyon sokan. Részint lovag voltak is, és részint szerették azt a típusú életvitelt, ami ott folyt. Igen, igen, nagyon, nagyon komoly összejövetelek voltak. Sokszor félelmetes, felszabadult jelenetek, amiket még filmbe sem csináltunk. Ja, hogy mondjam be a kamerába? Mennyire lesz ez kamera? Bármire, nyilván mindenki. Volt ott tényleg egy csomó színésznő, modell, civilnő, úgy, hogy mindent elvégeztünk, tehát úgy a sport részét, mint a munka részét, de mégis olyan volt az, mint egy nagy házi buli lenne. És hát imádtak minket, akik ugye nem tudtunk lovagolni, úgyhogy rengeteg, hát nem veszélytelen kaland volt, aztán annyira megunták a főiskolai tanárok, hogy váltöréssel játszik mondjuk egy Csehov darabban valaki, gipszelve egy fiú, hogy nem engedtek ki többet minket lovagolni. Szegény Makkarcsit szeretett kijárni nagyon hétvégente, meg a Simó. A Lénárd papinak volt szőlő, és akkor hozták a bolt, és akkor ott egy ilyen nagyon kellemes klub élet zajlott. Végülis ez az utolsó ház volt a faluba. Ott tényleg mindenki azt mondta nekem a baráti körömben, hogy úgy élek ott, mint egy őrgróf. És ez volt is benne valami, mert életem egyik legszebb része volt. Ez kétségtelen. Világbajnok öttusázó, 54-ben Svájcban nyert világbajnokságot, Török Móna Ferdinandi nagyon híres csapatot alkottak, a Melbourne olimpián is ott volt, csak sérülés miatt nem tudott elindulni, és ő volt az, aki gyakorlatilag Magyarországon lerakta a kaszkadőrködés alapjait. Ilyen filmekben dolgoztak, mint a Kard és kocka például. Mégis mozog a föld, tehát ilyen nagyon hatalmas régi, nagy 50-es évek, 60-as évekeli filmekben, aztán Várkonyi filmekben. Itt valaki magára mondta, hogy kaszkadőr, nekem sincs semmi fele papírom róla. Soha az életben nem is volt, most már nem is lesz, nem is kell. De hát meghívtak egy filmre, meg tudod csinálni? Meg tudom, elvállaltam, mert meg kellett csinálni. Célzottan olyan lovakat használtak, amik képesek voltak azokat a feladatokat végrehajtani, gyakoroltak, ami nagyon fontos elmondani, az, hogy voltak próbák, tehát ők kifejezetten bizonyos jeleneteket már begyakoroltak. Ők voltak azok, akik először buktattak lovat. A Géza mellett volt a Gazsi, az Oroszlán, a Lenyó, az Óriás, akkor a Móra Laci, ők voltak az alaptagok, akikkel ezeket a nagy filmeket, a Várkonyi filmeket megcsinálták, akkor Prágába német, osztrák, olasz koprodukciós filmeket csinálni, a Trenket. Amikor a Géza kezdett visszavonulni, óhatatlanul átkerült mindenki hozzám. Tehát az ő testvére, meg a Lenyó, meg ezek, azok is velem dolgoztak, mert én csináltam. A Géza és közöttem soha nem is okozott feszültséget.
Nagyon jól el voltunk egymással, nagy szeretetben, utána is. Volt egy elég jó közeli kapcsolatunk, olyan szinten volt ez a kapcsolat, hogy idéskorában már halála előtt őt kértük meg, hogy ő elnököljön kaszkadőrvizsgán. És a Géza bácsi bizony a lovardai munka kezdetén, amikor valaki egyszer hamis lábra ügetett, azt mondta, hogy kicsi fiam, szállja le, kösz. Nem várta meg, nem kellett ott sehova leesni, semmit nem kellett csinálni. Az alapok, a ló tisztelete és a ló ismerete és maga a lovarda munka és a klasszikus jelenlét nem volt meg a lovardában, akkor ő azt már úgy értékelte, hogy ez nem kaszkadőr. Én mondtam a szózatot a temetésén. Igen. Gáspár minden kaszkadőr ismerte, a fiatalok ugye nem ismerték, de a legendáját igen. Ő ilyen legendásan habókos, hóbortos, de jó kaszkadőr volt. Ő úszó volt egyébként, a Gazsi, te sportolt, de megtanult a bátyja mellett, megtanult remekül lovagolni. A 60-as évek vége, 70-es évek kaszkadőr társadalmának abszolút meghatározó alakja. De egy ilyen igazi bolond volt ilyen szempontból, tehát bármit bevállalt, bármit megcsinált. Most ugye képzelj egy olyan figurát el, akinek mondjuk akkora keze van majdnem, mint egy ilyen szeres lapát. Volt olyan, hogy a lovat megfogta így a nyakán a bőrét, és leverte a földre. Nem volt vele egyszerű dolgozni, mert ha megbeszéltünk egy koreográfiát, akkor az biztos, hogy elfelejtette. Nagyon kellett vigyázni, mert ami meg volt beszélve, hogy én honnan szúrok, mikor láttam már a szemét, hogy így dől le, hát egy kis pia volt benne biztos. És akkor már én bennem volt a félelem, mert tudtam, hogy nem úgy vág, nem úgy szúr, ahogy megbeszéltük. De aranyos fiú volt, nagyon szerettem. Csináljanak már vele valamit! Ess össze! Nem érted? Ess össze! Nem bírnak vele. Amikor a rendező olyan igazi, valós dolgot akar csinálni, vagy tehát olyan durva jelenetet, akkor mondta, hogy engedjük be oda a Gazsit, ott az lesz, nem kell megbeszélni semmit, ott történni fog valami. Hát történt is mindig. Ha túlélted, akkor a jól nézett ki, mert az tényleg olyan volt, mintha. De hát érted, nekem is volt olyan, hogy itt a Vajdahunyad várába, érted, sikítozva ott menekültem előle, amikor egy ilyen kétkezes pallos a hajkurászott. A hosszú vágtába a pilókot ki kellett laszozni. Az volt a lényeg, hogy a Gabi egy német katonatiszt volt, aki egy nyitott zsibbe ül, a Gáspár odavágtázik, karikás a nyakára, kirántja, és a karikáson húzza a földön, és lelövik a Gazsit, és így belekül meg a német tiszt. A nyerekhez volt kötve a Gabi. És mondták neki, hogy te Gazsi, mielőtt leesel, old le a Gabit. Szerinted leoldotta? Ugyanolyan elfelejtettek, puk, bim, összeúzták. A Gabit meg vitte a lóha izén, Ordobágyi pusztában. A Rózsa Sándort forgattuk, amikor hát egy 11 aratóparasztot egyedül vert meg a kocsmába. Úgyhogy én mondtam, hogy segítsek Gazsik, menjél egy szőke cigány, ezt majd én lerendezem. És barom aranyos volt, mert másnap meghívta őket, ott voltak felkötött karral, ekkora monoklikkal. De addig ittak, míg másnapra leszerződtette őket a filmhez. És akkor délbe jött a terepjáróval a TSZ elnök, meg az agronomus így rá, hogy hol vagytok, kipereg a szem, ezek meg ott voltak beöltözve, ilyen paraszgúnyákban nyomták az ipart. Nagyon helyes volt. Budai Jenőn például. Egy ideig ott tartottuk a lovakat, pontosabban a Marosi Lacék ott tartották a lovakat, és oda jártunk ki lovagolni. És egy budajönői kocsmát úgy rámolt ki, hatalmas fizikai erejéből, hogy konkrétan a Budapest kávégépet kiszakította a pultból, és bedobta a tömegbe, amit konkrétan felemelni nem tudnám.
az még le is volt csavarozva, benne volt a rendszerbe, tehát valami őrült bitangereje volt, és bizony megvolt a tekintélye, finoman fogalmazva. Olyanokat megcsináltak a 80-20-ból, szoldás üvegeket dobált a Lengyelországba a Gazsia folyosó részegen, és akkor a konzulátusnál valahogy megoldották, hogy ne dobják őket ki Lengyelországból. Vasárnap reggel volt, és tolták a zsúrkocsikon, a frigidereket töltötték fel a szobaasszonyok, és olyan 3-4-et berántott, nem szobaasszony, hanem ilyen zsúrkocsit, ami tele volt mézzel, meg vajjal, meg a fel tudja mikkel. És akkor jött az igazgatóság, hogy ezt ők visszaszerzik. Igen ám, de már az ajtóból le lettek bombázva szódás üvegekkel, meg mindenfélekkel. Hát ki a nagy haverja a Gazsinak, hát a tyutyú, menjen a tyutyú. Ez volt a mém. Itt kopogok, Szalomi, herenj! Bemegyek. Ott fekszik a csávó, hát ekkora lábai voltak, nem viccelek, 50-esek. És két lába között így tartott egy könyvet. 100 év magány, ezt olvasta. Mondom, Gazsi, add vissza a zsúrkocsikat, ne balé. Azt ott ki őket, gyereket. Közben meg nagyon jó szíve volt, nagyon jó lelke volt, és én nagyon-nagyon bántott engem, meg nagyon sajnáltam, amikor kikerültek ők ebből, és úgy találkoztunk vele, hogy hogyan ment lefelé az élete. Olyan szomorú volt ez, és ő nagyon nagy sztár volt, és nagyon-nagyon nagy figurája, nagy alakja ennek a magyar filmgyártásnak akkoriban. Őt mindenki tudta, hogy ki. Az Oroszlán, ő a Ferdinandi Géza csapatában volt, ő fiatalabb volt, mint a Géza. Az egyik alapítója volt a szakmának természetesen. Hát ilyen atyai jó barátom volt. Nagyon sokat dolgoztunk együtt élete utolsó éveiben is. Ő egy abszolút arisztokrata családból származik, lovastisztek voltak a felmenői, és kiskorában őt kitelepítették, és ő mindig azt emlegette, hogy milyen jó, hogy kitelepítették, mert ilyen hajcsatos, hullámos hajú kisfiú volt, így elkényeztetett kis arisztokrata gyerek, de ott a paraszt gyerekek olyan sokszor megverték, hogy kénytelen volt megvédenie magát. Egy hídon álltak, és Várkonyi nézett lefelé, hogy milyen jó pofa lenne, itt valaki leugorna. Hát nem tudom, meg lehet-e csinálni. Oroszlán fején volt egy szalmakalap, belenyomta a Várkonyi fejébe, és beugrott. Annyira tetszett a Várkonyinak, hogy ezek után őt elvitte a főiskolára, mozgástanárnak, és igazából az összes feltörekvő színész generációnak ő volt a mozgástanára. Üt a pasas egyet balról, azt védi, üt egyet a másik oldal, azt is védi. Lenyomja a kezét, belerúg egy nagyot ide a nadrágjába, utána még ide üt egyet, hason fekszik, igen, most szépen tápászkodik lassan föl. Az ilyen halott ember általában a fenekével jön, most nagyon fontos, hogy amikor meglátom a szemét, csak akkor szabad mindig valami ilyesmit csinálni, amikor látom a szemét, mert különben eltalálhatom. Mikor meglátom a szemét, akkor mintha állba rúgnám, de ő jön a kezével, és abba rúgok bele, és kifeküdt teljesen. Borzasztó gyorsan futni kellett, és akkor ér egy lövés, mondjuk futás közben, és akkor megmondta, hogy most hátulról lőttek, előről lőttek, oldalról lőttek. Hát ezeken ugye vetődtünk, és jó sokat szórakoztunk, de hát egy édes, aranyos valaki volt. Volt egy ilyen gyakorlat, hogy legjobb barátom a szék. Föl kellett egy széket venni, és akkor 40 percen keresztül csináltad vele azt, amit a Tamás mondott. És akkor azt mondta, hogy mi legjobb barátom a szék. Cserhalminak két jó barátja van, úgyhogy én két székkel csináltam. Alföldi Robi egy borzasztó tehetségkutató versenyben, nyilván ezt majd kivágjátok, azonnal ez volt az első, ha a Pintér Tamás most itt lenne, és az Oroszlán ezt látná, ő ezt mondaná. Tehát ez evidens, és még ennyi idő után is. Sanyi, gyerünk! Hát, magasra! Hoppá! Gyuri! Tessék, gyorsan! Magasra, és egyből jön a páros térd, igen? Tessék! Gyakorlatilag ahol színház, ahol film volt, tehát szinte mindenhol a Tamás, az nélküle nem történt semmi. Gyakorlatilag elég sokat köszönhetett neki, jöttek a külföldi filmek, ahol ő volt mindig a kaszkadőr szakértő, a stunt koordinátor,
akkor mi gyakorlatilag az ő irányítása alatt dolgoztunk és tudtunk pénzt keresni és éltünk. Hát nyilván aki kap egy filmet, az adja a munkát a többi kaszkodőnek is, és azokban az években tényleg szó szerint élethalálúra volt a nemzetközi gyártása, minden filmet ő csinált. Az oroszlán ugye szakmát tekintve vívómester volt, ötösháza volt valaha, vívómester volt. Tehát amikor olyan típusú feladat volt, akkor ő volt a szakértője, és ő volt a koreográfusa ezeknek a jeleneteknek. Szóval ezt elég jól elosztottuk egymás között, úgyhogy nem volt ebben gond. A Fritz Ungelter az a legnagyobb bajor rendező volt, és ugye a Bavária film az óriási pénzzel dolgozott. És az oroszlánt a Trenkbe vitték ki először, a Ferdinand Gézával meg Lenyóval mentek. Ment a félmalom, és a franciák hiába voltak ott, nem tudtak semmit megcsinálni. Géza megcsinálta a lovasrészt, és akkor megkérdezte, hogy ott meg tudja csinálni, hogy fölkapaszkodik a félmalomnak az egyik ágára, fölmegy és onnét lelövik. És az oroszlán szépen bevállalta, aláraktunk dobozt, és leesett, és akkor az Ungelter, amikor látta, hogy ezt mindent megcsak, akkor nem is foglalkozott senki, velünk dolgozott. Az például nagyon érdekes, az is megvan egy Tar Béla filmben, ő akkor épp kórházban volt, és nem tudta megcsinálni a kirendelt kaszkadőr azt, hogy egy zillel jön az úton a Nógrád megyébe, és befordul az árukba, és legalább 9-et fordul, mert a zill olyan, maga, olyan biztos autó, hogy nem borul föl. És akkor Oró kijött a kórházból, és behegeztetett nem tudom hány símvasat az egyik oldalára a zillnek, és akkor ahogy elrántotta a súly, megbillentette, és így fordult át. És begipszelt lábbal szedik ki az autóból. Ezeket valahogy agyban tudni kellett. Nagyon klassz fiú volt. Szállodában nagyon sokat voltunk együtt. No, őtőle elég sokat nyertem oroszlántól. Értette a szakmát. Nagyon értette. Nagyon kellemes ivócimbora volt. Soha nem kellett félni attól, hogy a rendőrségen éjszakázunk, mert ugye a többi kollégával voltak ilyen problémák, hogy akkor erezd el a hajamat. Az oroszlánnal ilyen gemütlich módon lehetett együtt iszogatni, szóval nagyon jól lehetett szórakozni. Sok mindenre megtanított, amikor voltunk Portugáliában együtt 86-ban, különböző ilyen halételeket, hát akkor fogalmunk sem volt arról, hogy kell megenni egy rákot, vagy ilyesmi, hát egyszerűen tudtuk, tényleg ő tanított meg minket ezekre. Magamba hordozom a mai napig egyébként azokat a gondolatokat, amiket ő, nem direkt, de amiket ő plántált belém, és sajnos ezek már, el kell mondani, hogy hiányoznak ezek a dolgok a mai filmgyártásból. Az a fajta pedantéria, az a fajta becsület, az a fajta hozzáállás. Leülsz, fölállsz, leülsz, fölállsz. Robi, leülsz, föl. De nem üdvözlöd magad, fölnéltett, hogy milyen fasz a gyerek vagy, hogy kinyújtottad a lábad. Ne menj föl az égig, érted, ott a Muri langyalkákig. Föl, egy, ez lesz a jó. Ez jó, ez már jobb. Körülbelül 10-12 éves lehettem, amikor kivittek a szüleim a állatkertbe, és ott volt egy karám, és két ló ott ment körbe, két kör lépés ment, és egy kör ügetés. Befizettem egy körre, és a soha nem felejtem, egy ilyen pejló volt, civileknek barna ló volt, és adon ültem, és ott feszengtem. És egyszer csak az történt, hogy a ló a karám mellett talált egy füvet, egy szál füvet, elkezdett ott legelgetni, azt meg akarta szeretni. Persze, aki hajtotta a lovat, azt kattintott egyet, megpördült, utána vágtat, két vágtógrást ment. Hát én olyan büszke voltam, meg boldog, hogy vele vágtat, hogy kapaszkodtam, nem lehetett semmi baj. És utána még egy fél órát ott flangáltam lemek föl, hogy a nézők lássák a vadnyugati hőst, aki megülte a megvadult lovat. Akkoriban egyáltalán nem lehetett lóra ülni, megfizethetetlen volt.
meg nem is vettek fel sehova, és egyből jelentkeztem Ötusák, mert tudtam, hogy abban ló van. Anyám mondta, ki az Isten fog neked csizmát venni, meg minden, de ott mindent kaptam. És így kezdődött nekem a lovas karrierem, hogy így mondjam, az Ötusával. És mindig minket hívtak. A várkonyi filmekben, az egri csillagokban, illetve előtt a Kőszívű ember fiai, ahol nagyon meg voltak velünk elégedve, mert mindent tudtunk csinálni a lóháton, meg mellette is, meg esni is, az ember bevállalja, persze, hogy meg tudjuk csinálni, csak akkor így szaporodott fel a munka, és elkezdtünk rá edzeni, kimondott a tónaterembe, esés gyakorlatokat, vívások, ezek lovaglások mentek hivatalból, ennyi. Nagyon jó érzés a közelségében lenni, mert egyszerűen nem tudod komolyan venni az egészet. Nyilván úgy veszed, amikor meló van, de én szerettem ezt a fajta légkört, amikor az ember nem komolyan éli meg ezeket a veszélyesebb dolgokat, hanem tud rajta mosolyogni, viccelődni. Nyilván nem mögött ott kell lenni a profizmus is. Hatalmas mondatai, gondolatai, saját megfogalmazásai vannak. Most így hirtelen egy eszembe jut, de 100 van nyilván, és talán nem fog megsértődni, hogyha visszanézi ezt a riportot, vagy legfeljebb kikapcsolja, hogy picit több súlyt szedett föl magára, mint az Ildomos volt, és ezt úgy fogalmazta meg, hogy rajtam nincs semmi fölösleg, ez nekem mind kell. Anyja szereti a pénzt? Ézen körül, ez itt a mennyország. Mindegyikünknek volt saját lova. Voltak egy 2-3. Nekem is volt mindig egy-egy lova, amit saját magadnak belovagoltál, és azt tudtad, hogy az mindent megcsinál. De kevés a lovas film, és el kellett tartani a lovat. Te emlékszem, volt a Evitát forgattuk, akkor már a lótartással tartottam a jövőktől 8 hónappal. Tehát az első pár nap gázsia úgy volt, hogy adtam a tulajnak, és könyörögtem, hogy hagyjon már valami pénzt, hogy el tudjam vinni az asszonyt vacsorázni. Baromi jó humorú csávó volt ez. Azon csak rögni lehetett. De ne pattog, mint kecske szar a deszkát. Robi, van egy drámai bejelentés, én azért vagyok itt, hogy vezényeljek. Na. Most jó. Ez az. De mai napig is, mikor összefutunk, állandóan jönnek a régi sztorik. Mindig mondom neki, lenyókám, itt vagyunk a halál előszobájában, mert ha itt beszélgetünk a múltról, hogy mindjárt meghalunk. De nem tudjuk megállni, mert nagyon sokan elmentek. Azt hiszem, a régi csapatból itt Magyarországon, aki még így néha megjelenik mozikban, csak a Lenyó. Tehát a Levente itt végül. Hát ő még úgy félig meddig aktív, tanít. Például Kincsembe őt kértem meg, hogy legyen a lovastanár, és a színészeket ő tanította lovagolni. Ő a légiiskola képviselője. Idővel megbékéltek, asszonyfővel hazatöbbé. Olyannal, aki szakmaszerűen kaszkadőr, nő, én olyanra nem emlékszem, olyanokra emlékszem, akik egyébként valamilyen szakmában dolgoznak, és mellette filmekben veszélyes jeleneteket vállalnak. Tehát voltak ilyen nők, akik vagy sportmúlttal rendelkeztek főleg, és sok bátorsággal, és vállaltak ilyeneket. Gézának az első felesége, Ferdinándi Zsuzsa volt talán az első, aki így filmben, mint kaszkadőr szerepelt. Utána a legjobb tudomásom szerint én voltam. Elég hosszú ideig, egy olyan körülbelül 20 évig nem került oda senki, vagy legalábbis nem maradt ott senki, aki így komolyabban művelte volna. Mezőhegyesen születtem, ahol édesapám ménes vezető volt. Én 56-ban születtem, édesapámat természetesen kirakták az állásából a forradalom kapcsán.
úgyhogy onnan el kellett jönnünk. Hortobágyon kapott állást, majd a Pajpusztán is, én ott nőttem föl, ott kezdődött az ibusszal a puszta turizmus, és mint gyermeklovas kezdtem a szakmát. Nem történt semmi. Rendben van. 11 éves koromban forgattam az első filmet, ahova Pintér Tamás oroszlán hívott el gyermeklovasnak. Még a mai napig őrzök egy levelet, amiben Tamás megszólítja édesanyámat, hogy kedves nagyságos asszony, szeretnénk Ágikát elvinni filmet forgatni. Volt egy klub, az Rinyi Miklós Haditorna klub, ahol ugye a szakma alapjait sajátítottam el. Elsősorban történelmi vívásokkal foglalkoztunk ott. A torna teremben pedig ugrásokat gyakoroltuk. Az oroszlán is egyre több filmet forgatott, és akkor már nem csak lovas filmekben, hanem egyéb filmekben is szerepeltem, illetve hívtak. Igyekeztem elsősorban szakmailag helytállni, de ennek a szakmának azért megvannak a korlátai női szemmel. Gergő! Állj meg, Gergő! Én vagyok Máli! Irmuska! Nemet nem mondtam még semmilyen feladatra, mert voltak ugyan lehetetlen elképzelések, de azt általában egyeztetni tudjuk a rendezővel, hogy mit lehet megoldani. Mondjuk olyan extrém dolgokat, mint Pirog Gábor, hogy 54 méterrel ugrok, nem csináltam, de arra nem is lennék képes. Persze azt nem állítom, hogy nem udvaroltak sokan, vagy nem próbáltak, de igyekeztem azért megtartani a magánéletet kívül egy kicsit a szakmán. Marosi Laci az a legelegánsabb lovas volt. Müller, ugye ez volt az egyik beszélneve, a másikat nem mondom, és vakmerő fickó. Ránézett az ember, tudod, ez a magas karcsú, mi a fenét tudhat, ez mindent. Engem a nagypapám hűített meg, ő valaha az első világháborús huszártiszt volt, és mesélgetett dolgokat. Aztán 13 éves koromban levitt egy volt ezredtársa, volt az edző Szilvás Váradon, és hát ott elkezdtem a lovaglást, onnantól kezdve teljes elsüllyedés. Fölkerültem a Honvédba, ott elkezdtem versenyszerűleg lovagolni, de egy elég nehéz gyerek voltam, úgyhogy nem sokáig voltam a Honvédba se. De a Honvédból kezdtünk eljárni, filmezni. Az első film a lovakkal az az Egy Magyar Nábob Kárpáti Zoltán. De úgy, mint kaszkadőr, az 67-ben a Susan, az a Tordai Teri féle sorozat, ez egy elég híres film volt annak idején. Tizenhét éves voltam akkor, és hát jól ment. És egymás után jöttek a filmek, úgyhogy gyakorlatilag 67-től kezdve 89-ig egyfolytában ment. Az egész megjelenésének volt egy ilyen, hogy mondjam, ilyen nem azt mondom, hogy ilyen tiszteletet sugárzó, de egy ilyen igazi, jó értelembe vett gentri világnak a férfi alakjai. Ő volt az a típusú kaszkadőr, aki lehetett érezni a társaságban, hogy abszolút ő volt a központ, a nagyon magas lovas tudása vége. Valamelyik Mátyás király filmbe hárman kellett, hogy bukjunk. És akkor engem hívott, és akkor tudta, hogy ezeket meg tudom csinálni,
és akkor onnét kezdve minden filmbe mentem, és akkor kiálltunk Szörnyligetre, és akkor ott gyakoroltunk. Amikor 22-23 éves voltam, akkor teljes mértékben szakmát csináltunk belőle. Ők voltak akkor abban az időben a nagyon profi, a legprofibb kaszkadőr csapat, fantasztikusan lovagolt az egész társaság, trükklovagolt, volt, versenyekre jártak. És a Kassi Béla barátomat meg engem áthívtak, hogy ők azt gondolta Laci, hogy mi oda beférünk. Volt egy hierarchia a Marosi féle társaságnál, ami úgy nézett ki, hogy volt azok, akik szerettek volna valahogy oda kerülni, meg a egyéb ilyen slep, azok vihették őt kocsival, meg füzethettek konyakot, meg hozhattak kávét, meg nem tudom mi mindent. Akkor ugye voltak azok, akik már úgy beleszámítottak a csapatba, akik már úgy együtt kimentek lovagolni. Vagy pedig valami lovas edzés volt, és lovon ültek. És akkor ezen belül voltak azok, akiknek már volt úgy állandó lova. Voltak a versenylovaink, és voltak a filmes lovaink. És akkor ezek módszeresen le lettek dolgozva. Hát ilyenkor azért voltak, mintha forgattunk, vagy elmentünk a homokbányába, és ott volt egy ilyen 5 méteres, teljesen meredek fal, és ott kellett lejönni különös tekintettel a fiatalabb versenyzőkre, és nem hátra dőlni, nem előre, de aztán úgy is le kellett tudni jönni, hogy hátra. Száll a madár, száll az ének, két fiáról szépen ének, zengő madár, ágról ágra, zengő ének, szájról szájra. Csak mondta, hogy akkor oda galoppozunk, akkor így prutt, így legalopozunk, és akkor ott tovább, és akkor állt a tavon, és ott robbanás, és mondom, ott? Azt mondja, persze, hát tudod, miért ott? Persze. Hát azt mondja, semmi gond nincsen, ne zavard a lovat, a ló ott le tud jönni. Tényleg az volt, tehát a ló, mintha világ életében ezt csinálta volna, érted? Lejött. Mindig a Laci ment elől, és soha nem volt olyan érzés bennem, hogy nem tudok utána venni, mert olyan magabiztosan lovagolt, meg hitet adott az embernek arra, hogy mennyi mindent meg lehet csinálni a lóval, amire az ember nem is gondol. Azt megcsinált, hogy egy nap 4 filmet forgatott. És nem értettem, hogy hogy. Tehát odament, megvárták, megcsinálta. Odament, megvárták, megcsinálta. Tehát egy akkora rangja volt a szakmában, és akkora elismerése. Nem volt alvás ágyba. Volt olyan hét nekem, hogy Keszthely, Debrecen. És volt egy XX-es, 520-as BMW-vel mentem, és amikor nagyon álmos voltam, akkor 20 percet aludtam ott az út mellett. De ilyenek voltak. De hát bírtuk. Úgy nézett ki egy forgatás, hogy akkor ugye a büfé az zsebből fizető volt. És akkor Marosi Laci, a mi vezérünk, hogyha mondjuk volt egy 7 órás kezdés, akkor így könyökölt a büfének az ablakába, így, és így másik kezén, és így nézte. És aki 7 óra 15 másodperckor érkezett be, az fizette az aznapi büfészámlát. És senkit nem érdekelt, hogy dugó volt, defektet kaptál, eltévedtél, senkit nem érdekelt. Az volt, hogy hát akkor menj oda, és aludjál ott. Ez egy töretlen dolog volt hosszú ideig. Sajnos én elég hamar észrevettem, hogy ennyi. Nem volt fejlődési lehetőség benne. Lehetett volna, ha nem Magyarországon vagyunk, de sajnos ebbe belejátszott, hogy nem lehetett úgy útlevelet. Szóval a szolgálati útlevelet is vissza kellett adni, és mindig újra el kellett kérni. Nehéz volt. Tehát hiába telefonáltak nekem külföldről, hogy holnap után legyél itt, és ez egy mosolyogtató dolog volt.
Hát természetesen jöttek fiatalok, akik, akik nálunk voltak az utánpótlás, aztán önállósították magukat, és ők csinálták tovább. Hát ez ilyen egyszerű dolog. Amikor kezdett elmenni ez akciók felé, és jöttek az akciófilmek, és először ugye ezekben a lovas filmekben is bejöttek, egyre inkább az akciók, a modern akciók, bejöttek a verekedések, és ez már nem az ő világuk volt. Ekkor jött az a nagy generációváltás, amiben aztán Pirog Gabi, a Béla, Unger Béla, én magam is ide sorolnám, tehát ez a generáció kezdett szépen előtérbe kerülni akkoriban. Furán hangzik, hogy azt mondja az ember, hogy mindehhez kellett érteni, de hogy azért kellett valamilyen szinten mindehhez érteni, mert nem volt ilyen intenzív a filmgyártás, mint most, hanem sokkal kevesebb film volt, viszont teljesen változatos igényekkel állt elő, vagy ilyen, vagy lovas, vagy vívós, vagy néha autót kellett vezetni, vagy verekedni kellett. És miután ebből éltünk, ezért a szerencsés az volt, hogy aki konyitott majdnem mindenhez, mert akkor az minden filmbe el tudott menni. Aki csak jó lovas volt, az nyilván rosszul járt. Amikor idejöttek a kaszkadőrök a Vörös Zsaruba, meg nem tudom, miben játszottam, idejöttek, és akkor ezek ott nézték, így figyelték, és jártak ott, írták, centire, minden mértek. Tehát nem az a kis fia volt már a döntő, hanem az, hogy profik legyenek. De személy! Annak idején az egyik kollégánk, az Imre Laci úgy gurult le a Halász bástyának a hosszú hátsó lépcsőjén, hogy nem volt rajta se könyökvédő, se semmi, és jöttek oda az angol kaszkadőrök, és ott tapogattak minket, hogy hogy lehet ilyet csinálni. És nagyon sok, nagyon későn jöttek be ezek a protektorok. Én bevallom őszintén, én akkor éreztem a legjobban magam, ha nem volt rajtam semmi. Akkor elég gyors voltam ahhoz, hogy itt ülök most, szóval. De igazából a mi éránknak a végén kezdődtek el az, tehát a pirokék már ezeket a teljes nyugati szisztémát, tehát hogy ott egy pofont úgy kapnak, hogy elránt a gép. Szóval ezt mi nem csináltuk. Ne felejtsd az állat leszorítani, kifújni a levegőt. Jó, figyelem gyerekek, és 3, 2, 1, tessék! Azaz, nagyon jó volt. Próba, 3, 2, 1, és! Jó. És ahogy jöttek a külföldi filmek, meg jöttek a magyar filmek, tehát azok igényelték a fejlettebb tudást. Mindenki látta, hogy mi van kint külföldön, mit csinálnak a kaszkadőrök, mit csinálnak a színészek, és ezeket elvárták előbb-utóbb. Úgyhogy nekünk is muszáj volt pénzt investálni ahhoz, hogy meg tudjuk ezt felelni ezeknek az elvárásoknak. Jó, azt meg kell válni, még begyúrod úgy is. Kenyed, Dani, rendesen. Gyújtsd be! Gyújtsd be! Kis bomba! 21! 22, 23, be! 78-ban találkoztam először amerikai kaszkadőrökkel a 9. alakzat című filmbe. Ez körülbelül olyan, mintha most megjelenít 3 marslakó, olyan érzés volt nekünk. Olyan védőfelszereléseik voltak, amit életünkben nem láttunk. Ezek már akkor a James Bond filmeket megcsinálták, tehát komoly rutinjuk volt. És azt láttuk, hogy mikor szóltak neki, hogy hamarosan ő jön, akkor elkezdett beöltözni.
És fél órát öltözködött, védő, cucc, ide, oda, amoda. Hát mi úgy kicsit pökhend ilyen, úgy megmosolyogtuk, hogy tatszott, hogy jön már. Azt mondja, ezért dolgozom a mai napig. Mert nem meghalnunk kell, nem lesérülnünk kell, hanem dolgozni kell még 20-30 évig. Nektek is. Akkor voltunk ugye még fiatalok. Azt mondja, 60 éves korodban is dolgozni akarsz. Ez az áloga. Csá! 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 Most elszámolunk, pajtás. Most el. Hangfelvétel lenne, mert az is van, jó, hogy engem halljanak, mert mondtam rólam, szól ez a dolog, nem rólatok. Ti a hátteret adjátok. Ahogy ez kell, egy jó kaszkadőr szépen a háttérben marad, csendben. Én hegyen nőttem föl a Mátrában, tehát ott nem volt más, egész nap futballoztunk, ha meg tél volt, akkor egész nap sieltünk. Úgyhogy erről szólt, meg fára másztunk, meg csúszdíztunk, meg egyebek. Aztán nekem a futball volt a nagy szerelem, tehát a gimnáziumban én Egerbe jártam, akkor ott én futballoztam. Meg hát mellette azért volt egy olyan tanárunk, testnevelő tanárunk, aki azért elég sok oldalon, tehát azért képzett bennünket. És aztán így keveredtem én a TF-re, tehát én tanári nappali szakon végeztem utána a TF-en. A 70-es évek elején, akkor jött be a karate Magyarországra, akkor volt teljesen friss, és én az első vonalba kezdtem ezt el, és egy ilyen kiokosin karatét csináltam, ami full kontakt karate, és ebből aztán én voltam többször magyar bajnok, jártam Japánban világbajnokságon magyar csapat tagjaként, tehát az úgy elég jól ment nekem. A Pirog Gábornak volt a barátja, és elhívta. Aztán őt is fölkérték egy-két filmbe, hogy jöjjön el, mert kevesen voltak. Aztán megtetszett neki ez a világ, és ott ragadt. 83 óta ismerem, elkezdett kijárni Szőrligetre lovagolni ő is. Egyszer csak megkerestek, a legelején volt ez még, hogy Gyuri, hát az a helyzet, hogy kellene egy ember. Hát mit kell csinálni? Hát sehát szokásos lovagi torna, Western show, trükklovaglás. Balasz! Ja! Ja! Hát mondom, mert gyerekek, semmi nem hibázik, csak én nem tudok lovagolni. Ó, hát addig még van 4 hónap, azt veszünk neked egy lovat, és te bőven megtanulod. Hát én azért voltak a verzióim, mert azért előtte már én ugye nyilván fölücsörögtem lóra, és néztem, hogy ezt a nagy marha állatot hogyan lehet irányítani, de nem nagyon ment, mert ennek vannak önálló gondolatai. Na egy szó, mint száz, a vége az volt, hogy kikeveredtem velük, és hát azt kell mondjam, hogy előbb álltam fejen a lovon, mint ahogy a seggemen ülni tudtam rendesen. Fogta a Gyuri, és letette a nyeregről a kengyelszíjat, meg a kengyelt. Hát mondom, Gyuri, mit csinálsz? Hát most tudod, hogy legalább 3 órát. Ő nem tud kengyelbe lovagolni, és ugyanígy befeszítve a lóval, 3 órát úgy kibírta a lovon esés nélkül. Hirtelen került be, és a trükklovaglás volt az eleje, ami minden csak nem lovaglás, nagyon látványos, de ugye hol állsz mellette, hol jobbra, csüngsz, hol balra, hol előtte, hol alatta, most már túl tisztességesen, fönnmarad. Fiatal koromban azt se tudtam, hol járok, megmondom őszintén. Hogy mentem, amikor hívtak, és elég sokat hívtak, mert annyi munka volt, mentünk éjjelből nappalba, bajusz ragasz föl alóra, ezt csinálod, azért vidd, haj meg, gyerünk tovább, megyünk, és azt se tudtam, néztem a technikát, hogy mondom, olyan kezdő voltam, hogy és mi ez tévéfilm, vagy ez mozifilm, fogalmam nem volt.
Először még azt se tudtam, hogy mit csinálott az a sok ember, elkaptak, az egyik fölöltöztetett, a másik bekente az arcom, és csak nyomtuk a melót, és évek teltek el, mire ez az egész úgy kitisztult, hogy mi, hol a fenébe vagyok. Megtalálta a helyét a kaszkadőr társadalomba, és az egyik vezető alakja lett a magyar kaszkadőrködésnek gyakorlatilag. 1964-ben, amikor a tenkes kapitányát néztem otthon a hotelben, akkor voltam én 10 éves, és láttam, hogy a Zente Ferenc vagy a dublőre, de sokszor lehetett látni a Zente Ferencet, a tenkes kapitány a fő címében lovagolt, és egy vájút lóval megugratott. Jól emlékszem, hogy akkor volt az első olyan impulzus, hogy ez lehet, hogy ez jó lehet. Ezt jó lehet ezt csinálni. 66-ban voltam a szüleimmel Csehszlovákiában, és a Vltava folyóban ott úszkáltam, vagy fuldokoltam inkább, és nyaralt velünk egy család, ott volt két fiú, akik a Budapest honvédben öttusáztak. És ők meg szelték a habokat. És az édesapám úgy döntött, hogy ez nem járható, hogy én ott fuldoklok, miközben lehetne, hogy tudnék úszni. És ahogy hazajöttünk, akkor el is vitt rögtön a honvédba úszónak először, és ott azt mondták az édesapámnak, hogy jobban tesz, hogyha az öttusázók közé átvisz, mert őt nem kell annyira jól tudni úszni. Volt egy ismerősöm, aki abban az időben, ez 76-ban volt, 1976-ban, az MHS-nek volt egy klubja, amit Zrínyi Miklós történelmi haditornaklubnak hívták, és én akkor abba hagytam már a sportot, és ő invitált le. Mi mindig mondtuk hadonásznak, ott a színpadon hívtak egyebeket, de hát ezt ők ugye ezt nagyon jól meg is tanulták, és őnekik volt már ugye az álmuk az, hogy ők kaszkadőrök lesznek. De 78-ban vettünk egy nagy levegőt, és akkor kiléptünk az akkori munkahelyünkről. Abban az időben azért az elég rizikós volt, mert ugye nem volt a szemünkbe belév a munka. Tehát a rendőrök elől állna bujkálni kellett, de muszáj volt járni, és a Töki Egyetértés mezőgazdasági termelő szövetkezetbe beártunk, ott kaptunk kiképzendő lovakat, és akkor mi kezdtük el a lovakat kiképezni arra, hogy megfelelő legyen a filmezésre. Az első komoly film, amit mi már a saját magunk által kiképzett lóval csináltuk, az a Sándor Mátyás volt. Az 79-ben forgattuk, ott már arcilag is benne vagyunk a saját lovainkkal, amit képeztünk. Lovasok utána! Kerítsétek elő a másik gazembert, és ezt meg vigyétek a kastélyba. Bélának volt egy rendkívül jó lova, talán az volt a ló az életébe. Egy kis lipicai ló volt, és szinte értette azt, hogy a Béla mit mond neki. Volt egy film, a Vörös grófnő, ahol Básti Julit dublíroztam, és az utolsó ugrást, még végig kell menni egy díjugrató pályán, azt muszáj volt neki csinálni, mert közelibe vették. És a Béla ott állt az ugrásnál, és akkor indult, a Juli hát így ült rajta, és akkor Béla elkiabálta magát, hogy vágta, ugrás, állj! És a ló ezt így megcsinálta. Nagyon nehezen jött a számra az, hogy én azt mondjam magam, hogy kaszkadőr. Mert azt éreztem, úgyhogy már évek óta, tehát több éve benne voltam ebben az egész forgatagban, hogy azt éreztem, hogy amíg én magamnak nem érzem azt, vagyis nem gondolom magamról azt, hogy tudok már annyit, hogy azt már én mondani, hogy kaszkadőr, de nem mondtam ki, hogy kaszkadőr. És akkor egyszer csak eljött az idő, amikor azt mertem mondani, hogy igen, kaszkadőr vagyok. Onnantól kezdve már ez nem volt egyáltalán kérdés. 83-ban az Ordoli Gyuri kineveztetett minket a filmgyárban keresztű kaszkadőr szakértőnek, onnantól kezdve ő is, mint szakértő is dolgozott. Pont egy gimnáziumi osztálykirándulásból mentünk ki egy lovardába, Pomázi lovarda volt egyébként, és volt egy ilyen gyermekkori félelmem a lovaktól, nagyon féltem tőlük,
A többiek előtt nyilván ezt nem lehetett mutatni, hogy én most be vagyok rezelve. És nagyon vagány voltam, és a végül ebben a nagyon belső vagánságból átmentem egy tényleg olyan dologba, ami egy magabiztosságot adott a ló közelébe először, mert nyilván meg kellett először tanulni lovagolni. Itt jött a következő lépés, a pénz, ami nem volt, és oda mentem az akkori Górihoz, Szabados Gyula bácsinak hívták egyébként, és azt mondtam neki, hogy Gyula bácsi, én nagyon szeretnék, de nincs pénzem. És akkor azt mondta, hogy nincs gond, és hogy mutatott egy vasvillára. Onnan elkezdődött a kapcsolat így a lovakkal. Fölfigyeltek rám, mert eljutottam egy olyan szintre a lovaglásból, hogy úgy hívtak engem, hogy Jigit király. Ez nyilván egy ilyen jópofa titulus, a jigitelés az egy trükklovaglás. És ebben elég jó szintre eljutottam. A kaszkadőrök elvittek forgatni, háttérlovas voltam. Ez volt egyébként a 80 huszár, és fogalmam nincs, hogy hol vagyok a filmben, meg se találom magam benne, de az érzés jó, hogy ott voltam, az is lehet, hogy kivágták, nem tudom. A hatalmas bajusszal kellett A-ból B-be vágtáznom. Nyilván meg volt ennek a varázsa, meg volt az, hogy klassz volt, amit csináltam, meg volt egyfajta fanklubom, meg volt egy dicsőítettek, és ebből azért hogy elég nehéz kiugrani ebből a történetből, amikor benne vagy. Volt egy nagyon nagyképű megnyilvánulásom, egy ilyen trükklovaglásos, csikós bemutatós bemutatót kérdés, mond 9 forintért csináltam meg, egy óra bére volt az ottaniaknak. Egy következő évi augusztus 20-án, hogy Zolikám, akkor ki kéne ugyanúgy jönni és megcsinálni azt a showt, amit tudod, amit szoktál. És azt mondtam nekik, hogy én már kaszkadőr vagyok, és nekem 800 forint a gázsa. És kifizették. Milliónyi osztrák-magyar monarchiás filmet csináltunk, meg értelmetlenül szinte, de nyilván jó volt, mert ott voltunk. Aztán volt egy hatalmas nagy szakadás, volt egy nagyon nagy űr, egy 10 éves ilyen áfelkopós történet, amikor egyzettük, csináltunk, készültünk a nagy filmre, csak a nagy film az nem jött soha, és néha egy-egy munka volt, akkor egy hatalmas élmény volt. Egy ilyen filmre emlékszem, a Sátár tangóra, Tarbéla film, Pirog Gabi volt a kaszkadőr szakértő, Bajé főtérre kellett lemenni, és valami tizenvalány lovat, ez karácsony előtti felvétel volt, azért volt mindenkinek óriási élmény, mind a mellett, hogy alkothatott a filmvásznon, hogy nem volt egy fillérünk se. És akkor rögtön ott 20-valahányadikán kifizettek minket, és mindenki ment karácsonyra vásárolni, mert nem volt egy francos fillérünk se. Tehát akkor valahogy ez egy ilyen élmény volt egy forgatás. Akkor nem volt meg az anyagi hátterem, hogy tudjak magamnak venni egy autót, amit tudok egy kicsit ütni, vágni, hanem vagy édesanyám kocsiját kicsit lenyúltam és próbálgattam vele forogatni télen a hóban, mint ahogy mindenki megpróbálja. Aztán filmekbe, kisebb háttérfeladatokba elmentem, és tudtam olyan autókkal gyakorolni, ami nem az enyém volt. Nem volt fontos, hogy valami baja lesz-e, nagy baja lesz-e. Voltak olyan feladatok, amiket úgyis meg kellett csinálni, tehát nagy bajt nem csináltam vele. És ott az ember próbálgatta tologatni a kis határait, és mondhatom, hogy egy elég komoly szintre sikerült. Eljutnom az autós részében is, lovasról indultam, és a másik lóerő irányába mentem el. Tessék, Zoli! A Budapest Honvéd Cságáncs Egyesületébe judoztam, és oda hordtak le a filmgyári kellékesek különböző fegyvereket, pajzsokat, kardokat, láncsákat. Akkor még nem tudtam, hogy mi ez az egész, aztán később ugye megtudtam, hogy az Egri Csillagok című filmre készültek a sportolók. Tehát akkor még úgy hívták őket, hogy sportolók. Ez is jó fegyver. Hát ha kell, szétaprítom vele azt a pár szál töröket. A Pabberci bácsi lejött a Honvédba, és megkérdezte, hogy lenne kedvünk dolgozni vele, mint háttérszereplő sportoló.
nem statista, nem is kaszkadőr, hanem ugye kettő között sportoló. És akkor én föltettem a kezem, és akkor így kerültem be a filmbe. 16 éves voltam. Jöttek a filmek, mert jött Bercsi bácsi le a terembe, és mindig kérdezte, hogy kinek lenne kedve menni. Hát akkor már ilyen kaszkadőri jellegű feladatok is voltak, sőt a gyulavítés télen nyáronban már a Koncz Gabi, mikor bevágtott a kapun, akkor én voltam a kapőr, akinek keresztül vágja a torkát. Aki magyar, velem tartja! Ott már komoly vívó gyakorlatokat is csináltunk, ott már harcoltunk a lovasok ellen, mint gyalogos kaszkadőrök. Akkor már éreztem azt, hogy én ezt szeretném csinálni. Akkor még mindig megvolt ez a tanár dolog. Elhatároztam, hogy megyek majd a testnevelési egyetemre, és akkor majd én testnevelő tanár leszek. És akkor már volt családom, albéletben laktunk, és akkor úgy döntöttem, hogy inkább maradok a kaszkadő pályán, és akkor abba hagytam a tanulmányaimat. Elmentem csomagrakozónak, újságot hordtam ki, utána a telefonfülkét takarítottam. Nyáron elmentem segédmunkásnak, cementet és téglát szállítottunk, meg kokszot a gázgyárból. A kaszkadő csoporttal rendszeresen voltak kaszkadő edzések, és vártuk a filmet folyamatosan. Jött a remény, hogy majd lesz film. Kellett arra figyelni, hogy olyan munkánk legyen, hogy hozzák a diszpot, vagy majd csörög a telefon a szomszédban, mert nem volt telefonunk 30 évig, akkor legyen idő elmenni. Láttam ezeket a lovasokat, akik tényleg úgy éreztem, hogy ezek a segük alatt a nyereggel jöttek a világra. Hát ezek bevágtattak oda közénk, mi szaladtunk ezen fele, mi fölnéztünk rájuk, és akkor volt bennem egy gondolat, hogy egyszer én szeretnék úgy lovagolni, mint ezek a srácok. Emlékszem, hogy jött és lennállt a földön és beszélgetett a Marosival, miközben mi lovagoltunk, és akkor láttam először a Gabit. És mondtak, hogy ő a pirok, ő is szeretne járni. Soha senki az utcáról nem került be úgy oda abba a Pilisborosani lovardába, mint ahogy én bekerültem. És akkor mondja, hogy én vagyok én, és hogy ő kaszkadőr akar, és tudod, és így néztek rá, tudod, már szivaroztak, meg konyak, meg ezért. Elzavarták a következő nap, megint ott volt. Megint ott volt. És egyszer csak már úgy, leszállt, ne vedetgesd a lovat. Az már egy pozíció volt, érted, hogy sétálhatott körbe a lóva. Azt tudni kell, a pirok egy nagyon aranyos faszi volt. Teljes elhivatottság, de teljes. Akkor úgy viccesen mondja, jó, figyelj, ide kijárhatsz, de fél évig nem ülhetsz nyeregbe. Fél év után is a nyerekbe ülesz, de kengyel nélkül kell lovagolnod. Jó? Majd fölült a lóra, hozták a kávét neki, megitt, és akkor ment lovagolni. Én már ezekre ugyannyira nem emlékszem. Ez mindig a jobban megmarad a szív oldalon levő emberbe. Hát én nekem ott jött egy csomó ember. És akkor én másnap ott voltam, elkezdtem lovagolni Szőrén. A lovarda vezető a másik. Egy ilyen pökkendi pali, azt a legtetőbb lovat adta nekem, olyan volt a lónak a háta, mint egy bicikli váz. Tehát a heteken keresztül, hónapokon keresztül véresre tört a fenekemet. Mindig cukkolták, és a minden istálló munkát ráraktak, meg sokat lovagoltatták Szőrén. De nem hagytam ott, mentem, csináltam, lovagoltam. Ez egy folyamat úgy is, tudom, amikor egy kezdőt elkezdesz tanítani, az hosszú. Pláne, ha rendesen meg akarod tanítani, akkor még hosszabb. Az biztos, hogy idővel olyan dolgokat megcsinált, ami hát tehát tényleg megvalósította azt, amit akkor ott mondott. És ott röhögött mindenki úgy, hogy estek le a lóról majdnem a röhögéstől. És mondta, hogy ő akar lenni a legjobb kaszkadőr. A legvéresebb dolgokat idáig tényleg csak nála láttam. Nem lehet ilyet mondani, hogy ki a legjobb kaszkadőr, de
megcsinálta azt, amit akart. Neki is volt egy lova, amit Mancinak hívtak, egy kis pejkanca volt, és ő is mindent megcsinált a Gabinak. Stadthalléba, Bécsben volt egy bemutató, amin a Gabit meggyújtották, a teljes teste éget, és állva körbevágtázott a lovon. Félelmetes hatása volt, mert akkor addig ilyet nem nagyon csinált még senki. Minden megoldott, minden. A templom toronyból leugrik, föl is megy lóval együtt. Itt lóg, ott lóg, amott lóg, trükközik. Minden megcsinál filmben. Első osztályú. Első osztályú. A legjobb. Világon szerintem az egyik legjobb. Minden tud. Esik kell. A Holkoltban, amikor vágtatott a négy ló a postakocsival, ő előreugrott, elkapta, persze jól ki volt preparálva ez a két nyereg, és a két ló között, a vágtató izé között lecsúszott. Azért én az ilyet díjazom. Volt már, nem is tudom, valamely, vagy a Bergendi együttesnek, vagy a Rózsinak egy sója, amit télen a mínusz 20 fokba, Vajdahunyad várba forgattunk. Na most én... Ugye ilyenkor, amikor ki van alkudva egybe az egész összeg, akkor igyekszik az ember ilyenkor minél kevesebb baleseti lehetőséget beletenni. És ez a hülye pirok, ez oda ment, és berendezett magának egy ilyen esést. És mondom, hogy nem vagy te normális. Hát ugyanazt a pénzt megkapod úgy, hogy bennülsz a büfébe. Nem, ő ez, szóval ő baromi lelkes volt. Egyáltalán nem az volt a célom, hogy most én megmutassam magam, hogy én hú, most leugrok 60 méterről, vagy hogy egy Guinness rekordot állítsak föl, vagy világcsúcsot csináljak, nem. Volt egy feladatom, persze nyilván van egy óriási egója is egy kaszkadőrnek, mert ez benne van, hogy megmutass, hogy te jó vagy, vagy jobb vagy, és hogy oda kerülsz, és hogy... De igazából a munkaszerzés és a munka volt a cél. A Gábornak voltak ilyen előrevívő gondolatai leginkább. Tehát ő volt az, aki kigondolt, hogy elmegy Amerikába. Annak idején lehetetlennek tűnt Hollywoodba bekopogtatni egyáltalán, egyrészt a távolság miatt, másrészt ugye csak 3 évenként mehettünk külföldre, akkor is alapos indokkal. Neki nagyon fontos volt, hogy kijárjon ilyen nagy filmekbe, szerette volna nagyon építeni a karrierjét, és nyilván világot látni, tanulni. Andy Vajna megígérte neki, hogy hát, ha kikeveredsz, fiam, akkor majd hívjál föl, aztán hitte is, nem is szerintem, hát annyi ilyet hallhatott már. Na de hát a Gabit nem abból a fából faragták, aki a céljait fel, úgyhogy szépen magától megtanult angolul könyvből, és akkor kipáradt Amerikába. Mai napig megvan az a képes lap, amit küldött Hollywoodból, hogy itt vagyok, gyerekek. Én biztos, hogy nem indultam volna el. Az adminisztráción, meg az egyebeken, meg hogy ott kapcsolatok jönnek, ebben kellett, hogy segítsége legyen. A többit ő már aztán kibrusztolta magának a maga tudásával. Bekerültem egy olyan közegbe, egy olyan kaszkadő csapatba, 1989-ben az Emlékmásba, azt nyugodtan kijelenthetjük minden nagy képviség nélkül, hogy az akkori idők legmenőbb kaszkadő csapata volt, Vic Armstrong volt a kaszkadő szakértő és akciórendező az Emlékmásba, Totó Rikóba, és ott azok a srácok, akikkel ő dolgozott, azok ma mind a hollywoodi vagy a világfilmgyártásának meghatározó kaszkadő szakértői, illetve akciórendezői. És ott megfelelni azon a szinten, az nagyon-nagyon nehéz volt. Kezdőben nagyon nehezen csikorogtak a kerekek, de aztán szerencsére megfeleltem, tényleg helyt tudtam állni.
színészekkel nem volt könnyű, főleg azért, mert Magyarországon nagyon kevés olyan színész volt, akinek jó sport alapja volt. Győzelem, barátaim! Köszönöm, Gábor! A többiekkel hol találkozunk? Ennyien vagyunk. Voltak kimondott konfliktusok, mert amikor voltak a szereplőválogatások, akkor mindegyik jött oda, hogy mondjam azt, hogy nagyon jó, meg minden, és akkor majd ki jár edzeni. És, de aztán én azt mondtam, hogy nagyon jó, aztán nem járt ki edzeni, és akkor voltak különböző kellemetlenségek ebből. Mindig azokat a színészeket részesítették el, akik nagyon jól tudtak például lovagolni, ügyesen föl tudtak ugrani, vagy le tudtak ugrani a lóról. Azért ezeket lehetett látni mindig ezeken a filmeken a mai napig is, hogy ki az, aki lóra termett színész. Hívd be, tyúf! De a formája teszi, formája van neki. Például Bánfi Gyuri az nagyon jó lovagolt. Az még gyerekkorában neveltetéséhez hozzátartozott. Riadó! Riadó! Mécs Karcsi is jó lovagolt. Van egy-kettő, akik még... Ha megnézed őket, a mai napig jól néznek ki, és úgy mozognak, a Koncz Gabi, a Cserhalmi Gyuri, szegény Bubik Pista, a Funtek Frici. Aki olyan jó kemény faszú volt, az Oszter, az bírta a gyűrődést, azzal nem volt gond. Besenyei Ferével is nagyon összedjük, az lóbolond lett a végén. Nyakamba a kossal átugratok a kapun, de még előbb ezt az üveg pálinkát is megiszom egy szuszra. Lehet már. A Sinkovics Imre is boldogult, olyan lovat kapott, amivel ő is meg tudta csinálni. Legrivárban bevágtálod, kivágtálod. Évkikorodra legyen belőled ugyanolyan vitéz, mint amilyen most voltál. Borne vissza, Gergely. Olyan meg, hogy legbeszarébb színész nem volt. Drágám, 300 filmem van, hogy dobozva itt. Majdnem 80%-a olyan, ami kaszkadőr munkát igényel. Én amikor lediplomáztam, akkor volt 5 film főszerepem, ami szintén kaszkadőr munkát igényelt. Engem megtaláltak ezek a munkák, vagy feladatok, nevezzük, vagy szerepek. Tehát ilyen értelemben még mázlista is vagyok. Hiú vagyok. Nem lehet az, hogy tudod, itt el van vágva a kép, Koncz Gabi mászik rá a második emeletről, és ott el van vágva, és közelibe rá. Ez nem megy nálam. De jó dolog, mert azt ilyenkor előveszem, azt látod, az is én voltam. Azért vagyok büszke, mert nem bukott helyettem a kaszkadőr, majd én valamilyen pofával fölállok a földről, amit úgy vélem, hogy az a szenvedésnek az arca, vagy nem tudom minek. Hanem azt én éltem meg, és akkor úgy rendben van. Én rengeteget tanultam tőlük, megtanultam, aztán megcsináltam magam. Ha végig tudta verni, akkor előfordulhatott, hogy nem volt helyette kaszkadőr, de általában nem engedték. Ha Koncz Gabi eltöri a lábát mondjuk a forgatás közepén, akkor nem tudsz mit kezdeni vele. Minden veszélyes jelenetet a film végén vettek föl. Hogy te már elpusztul, azzal a film az maradjon. Azért ezek a színészek nagyon nagy tekintélyűek voltak. A Koncz Gabi, hát iszonyú nagy sztárok voltak. És közben ügyes is volt, érzett magába ambíciót. Ugye, hát és mondta, de ő akarja csinálni.
itt volt egy ablak, megint egy ablak, és itt volt egy nagyon, egy 15 centis párkány, amin végig kellett menni. Igen ám, de azt vettem észre, hogy a sminkes csaj az én maszkomat csinálja meg szakállal. Mondom, kinek csinálom ezt? Hát, amikám nem volna szabad elárulnom, de na elég az hozzá, hogy a gyerek már mászott ki a kaszkadőr srác, hogy helyettem, és megfordulva ment volna a fal felé, hogy ne lássák a fejét. Visszahúztam a gyereket, mondom, menjen mind a három kamera, én vagyok. Amúgy is ugye a színész az egy olyan fajta, az meg akar mutatkozni. Hát ez így van, azért lesz valaki színész, mert meg akarja magát mutatni. És akkor azért ugye azok, akik fizikálisan is jó állapotban voltak, ők azt is meg akarták mutatni. Miközben mi egyrészt azt mondtuk, ne vegy el tőlünk a munkát, mindig ezek, ne vedd el a munkánkat. Kettő, ha megsérül, akkor vége a filmnek. Az alap az, hogy megkapja a gázsit. Tehát arról szó nem lehetett, hogy kijött a habokra. És akkor nézd, megcsináltam, és akkor én is megcsinálnám. Még egy felvételt nyomjatok be. Tehát ezt megdumáltuk az elején. Ugyanúgy, mint a túlórákat is, hogy mindent elcsesztünk direkt, és akkor az utolsó, na még, és akkor persze másfél gázs, és akkor azonnal sikerült minden. Hé, öreg! Mi a kurva anyádat csinálsz, te? Eredj már te, gengó! Ja! Te abszolút egy sportos pali, nagyon jó vívó, megtanult lovagolni, és volt egy időszak, hogy úgy nézett ki, hogy kaszkadőrként tengeti tovább az életét, amikor a Veszprémből kirúgták. És akkor éppen nem tudom, milyen francia filmsorozat itt forgatott, és mondta az oroszlán, gyere, megyünk, és akkor tényleg, hogy hát így filmről filmre kihúztam azt az egy évet, és aztán valahogy visszaalakult a dolog az eredeti kerékvágásban. Nagyon sokan agitálták a kollégák, főleg a Ferdinándi Gazsi, hogy maradjon közöttünk, meg ne menjen el bohóckodni, és akkor ő mondta, hogy hát ő még egy kicsit szeretne, hát szerencsére azért, mert az ő színészi munkája nélkül szegényebb lenne a magyar szakma. Egy bizonyos ponton túl, mint ugye ő is, dublőrt alkalmazott, én is voltam több filmben a dublőre, volt az András Fénynek az egyik filmjében, motorkerékpároznia kellett a Balaton felvidéken, akkor levittem a motorkerékpárt, hogy gyakoroljunk, rögtön az első ráhúzta a gáz, fejér állt a motorkerékpárra. Na, onnantól kezdve egy napot nem ült a motorkerékpáron. Kellett följönni ott a Badacsony mellett rendesnél egy ilyen baromi meredeken, és ugye nyomtam a gázt, és akkor odaér az ember volt, hogy kicsit befékez, hogy nehogy átfordulja a motor. Na, nyomhattam a féket, hátra puff, laposra az egész. De az volt a baj, még hátra mögött ült egy veszprémi színész. És mondtam, hogy én ezt színésszel nem vállalom. Egyedül még egyszer megcsinálom, akkor beszállt a Gabi, és gyönyörűen megcsinált. De nem ezzel a motorral, egy másikkal, ami volt fék. Bár azt gondolom, hogy ezzel is megtudta volna. Ezt azért tegyük hozzá. Gyere! Gyere csak! Nem az történt, hogy kerestek egy lányt, aki egyébként otthon az asztalokat hasogatja, és akkor milyen jó lesz ő majd a filmben. Nem, nekem el kellett menni ezt megtanulni. Ugye a koncepció az volt, hogy én tékvándozom, az összes többiek pedig gunyóznak, amit Pintér Tamás oroszlán koreografált, és ezt kellett valahogy szinkronba hozni. A színészeket a verekedés jelenetekben sokszor kaszkadőrök helyettesítették, tehát például Kivés Gyuri Bárdi Györgyöt, Pirog Gábor, sok mindenkit, olasz mafiózótól kezdve, tehát szőke, barna, bajuszos, szakállas, mindenféle formában voltak. Vigyáztak ránk, vagy úgy voltak, a, hogy mondjam, a
körülmények kialakítva, hogy lehetőleg mindenki épségben maradjon, hiszen egy jelenetet nem egyszer csináltunk meg, hogy kivégzem a másikat és ott maradt, hanem sokszor tényleg volt, hogy több mint 20-szor. Nagyon sok olyan film volt, amit szinte majdnem, hogy én taníthattam őket. Lovagolni például. Hát van, akit lehet, hogy ő tanított. Hát ez olyan, mint mikor a Görbenóra azt mondta, tudod, hogy ő ugrott a műugróról, ott is volt ugrás magasból, és akkor volt egy műugró kislány, aki őt akkor dublírozta, aki nem kaszkadőr volt, hanem egy műugró. Akkor keresd magad helyett egy kaszkadőr. Sziasztok! És akkor az a műugró kislány azt lenyilatkozta, hogy de nem, hát nem a Nóra volt, hát az én voltam, tudod? Egy kaszkadőr ilyet nem nyilatkozik. Hát, nem tudom a nevét. A színész azt mondja, hogy ő volt, akkor ő volt. Ha a Koncz Gabi tanított meg minket, akkor a Koncz Gabi. Tudod azt, hogy nem te vagy a főszereplő. Ez olyan dolog, hogyha ha a cserhalmi tyutyú helyett kell valami veszélyes eltette, azért vagy ott. A cserhalmi tyutyú majd elszavalja a talpra magyart. Meguntam már gyönyörű Győrnek gyöngyvárába laktamat, mert a Dunarába rápca rágja a lábamat. A 80-as évek után kezdték el egyáltalán emlegetni a szakmát, meg kiírni a nevünket, hogy szerepeltünk a filmbe, holott esetleg hónapokig végigforgattunk egy filmet a főszereplő helyett életveszélyes jelenetekkel. Sokszor végignézi egy filmet, és eszedbe se jut, hogy azt kaszkadőr csinálta. Mert úgy érzed, hogy a te hősöd azt oda ment, és megcsinálta, és végigharcolta a jelenetet, és szinte beléled magad. Közben ott gyakorlatilag egy kaszkadőrcsapat dolgozik, több dublőre, vagy dublőzse is van ugye egy főszereplőnek. Na jó van, figyelem. Hát van vagy 20 éve, hogy nem vívtam, de ezek még megvannak. Jaj, nézd, az előbb sikerült. Ezt mind kivágod? Addig csinálom, amíg nem megy hozzátok ide. Na? Megy a gép? Na. Végre. Sokszor van olyan, hogy nem látszik a vásznon, hogy milyen baromi nehéz megcsinálni. Sőt, általában az igazán nehéz dolgok nem látványosak. Ahhoz adott szituációban, adott sportágban nagyon jónak kell lenni, hogy meg tud csinálni. Most mondok egy példát, amikor ágyútűzbe szembe kell menni lovas rohammal, oda kell tudni lovagolni a lovat, és azt nem tudja oda lovagolni az, aki nem 1000%-ig ura a sportgépnek. Meg olyasmi, hogy úgy robbantottak a lám, hogy kivitte a lovat alólam, a hüvelybe levő kart 3 darabba törött. A kaszkadőr nem feltétlenül a legügyesebb minden sportágban, de viszont bevállalós. Szóval azt, ami esetleg más számára, akár egy sportoló számára is veszélyes lehet, azt a kaszkadőr elvállalja. Meggyőződésem is, hogy a kaszkadőr az születik. A fájdalom a fizikai vércsengőd, a félelem meg a pszichikai vércsengőd. És ezt minden esetben le kell gyűrni, és jól megcsinálni, és megerőszakolod magadat, hogy meg kell csinálni. Ennyi. Szabi, mikor az első csapás megvan, akkor ebből te lecsapodod, puf, innen, ebből kilépsz egy, ne várj egy kicsit, tehát ő üt egyet, ebből hátralépsz. Hátralépsz, és puf, és leütöd, puf, el. Jó?
Tehát, tehát őt egyből lenyomod, őt csak fölemeli, lecsapod, ebből kilépsz hátra. Ez a gyakorlat, ezt kell mindenkinek csinálni. Lassan mutassátok meg, ez csak itt a végét, csak a végét, Szabi. Csak a végét. Figyelj, csak a végét. Pum! És puff! Ezt el lehet sajátítani, manapság is vannak tanfolyamok, ilyen jellegű tanfolyamok. Van a szakmának csinja, binja, de amikor oda föl kell állni, meg onnan le kell ugrani, aki onnan lesétál, az nem kaszkad. És azért vannak rá példák. Bizonyos alapokat meg tudok tanítani, amire lehet építkezni. De én a 35 év alatt kétszer ugyanolyan dolgot nem csináltam. Tehát két egyforma dolog nem történt egyetlen filmben sem. A kaszkadőr szerintünk, és hát gyakorlatilag így van, attól kaszkadőr, hogy, hogyha valamilyen, olyan, valamilyen feladatot kell elvégezni, akkor azt nem csak egyszer csinálja meg, hanem föláll és megcsinálja másodszor is, meg ötödször is, meg tizedszer is. Tehát, hogy ez nem abból áll, hogy beöntesz mondjuk egy üveg vodkát, aztán levetődsz a tetőről, hanem ez abból áll, hogy nem öntesz be egy üveg vodkát, levetődsz a tetőről, és ha ötször kell, még megcsinálják, hogy ötször levetődsz a tetőről, és valószínűleg saját lábon hazamész. Nem a mentő viszel. Jó van. Jó van. Színész végleg nem sérülhet, végképp nem sérülhet, de kaszkadőr sem, mert nem erről szól a történet. Tehát nem meghalniuk kell, nem megnyomorodniuk kell, hanem jól kell kinézni a filmben. Senkit nem érdekel, hogy hogy megy oda a ló, hogy mi történik, senki, de a rend, senki. Mindenki nézi a monitort, mindenki vár, megtapsolnak. Ha meg valami probléma van, akkor futótűzként eléd el a író, hogy jaj, a kaszkadőr elrontotta meg, jaj, ez meg jaj, az. Figyeljetek, meg vagy parancs? Akkor tessék a háttérnek, happy feeling! 3, 2, 1, tessék! Maradj úgy! Ennyi? Víz nem jó! Jó! Nagyon nehéz megbirkózni ezzel a hivatással úgy, hogy mellette családod van, gyerekeid vannak, utazol, te ott vagy, a családod itt van, és egy harmonikus, normális családi életet élsz. Szóval nagyon nehéz. Amikor az első lányunkkal volt várandós a feleségem, akkor ott ült, és nézte, hogy én az első meten az üvegen keresztül kiugrom a laklót Aladár helyett. Így ismert meg, és így fogadott el. És aztán azóta, most már ugye nem csinálom, de aztán utána végig, amíg még aktívan csináltam az akciókat, mindig előtte már beavattam ebbe a dologba. És hát nem irigyeltem nyilván, amikor otthon esetleg izgult, hogy most mi lesz, tördelte, várt a kezét, vagy várt a telefont, hogy mi van, de azért bízott bennem, és tudta, hogy nem vagyok. Egy idő után már tudta, hogy nem vagyok annyira szeles, hogy minden áram valamit fölvállalok. Én nem szerettem erről otthon soha beszélni, nem is mondtam meg, hogy na ma ez jön, holnap az jön. Én nekem ez nem jelentett gondot, ő soha nem vitatkozott ezzel, úgyhogy aztán semmifajta surlódás nem volt. Az égéseket azt nem szerettem, azt szar volt nézni, az nem jó. Van olyan film a Kornyitónál, hogy iszonyú nagy a szél, és egy fehér vászonünkbe van, és abban szalad és ég, és közben látszik, ahogy a nyakát pörzsöli a tűz, és akkor kérdezik tőle, hogy hát oroszlán, tehát nem fáj a nyakad, mert ott fújják le mindennel, persze megvan a szempillája, mindig leégett, tehát olyan szaga volt, mint a pörzsölt malacnak néha, amikor hazajött, és akkor mondta, hogy hát már késő lenne átnyergelni fizika professzornak. Édesanyám még a lovaktól is félt. Amikor ilyen veszélyesebb jelenetet vettünk, vagy csináltam, azt nem is mondtam meg neki, csak utólag tudta meg, hogy megcsináltam. Nagyon csúnyán a hátamra estem a Titanicba, és az volt az egyesség, hogy ha valami nagyobb baj van, akkor Amerikába kértük, hogy Amerikába vigyenek át minket, tehát nem mexikai kórházba legyünk, és ezt meg is csináltak. A határon áttettek egy másik mentőbe, és úgy vittek San Diego-ba. Éjjel 3 órakor zörgetnek az apartman ajtaján, Éva kinyitja az ajtót, nyugodja meg Évike, nincsen semmi baj, de benn van Gábor a kórházba, kellene az útlevele. Most ezt a feleségemnek megélni, és ez nem egyszer volt ilyen, többször.
Édesanyámat emlékszem, az a szegény katasztrófa. Az már úgy értem, hogy amit ő megélt. És egy másik oldalról, hogy én is már szülői oldalról nézem a gyermekeimet, el tudom hinni, el tudom fogadni, és azt mondom, hogy Úristen, akkor nem így láttam nyilván. Sokszor mondtam neki, hogy miért izgulsz, majd hazahoznak, majd hazahoz a mentő, tehát önbén a dumákkal próbáltam helyrehozni ezt a szülői gyerek viszonyt, hogy most már röhögök rajta, de mindegy. Ez akkor így volt. És nagyon vagány voltam, nagyon sokszor anyukám jött értem a kórházba, a gyermekeim, édesanyja és a gyermekeim, ők szerintem már földolgozták valahogy. És tudták nagyon jó, hogy ez a melóm, és ezt csinálom, és bíznak abban, hogy olyanba megyek bele, és ezt az évek igazolták, amiből haza is megyek, és mosolyogok. Forma 1-es autóversenyzős arra gondol, amikor elrajtol, hogy most ott van a három gyereke, hanem arra gondolja, hogy megnyeri a versenyt, és hogy végigmenjen. És te ugyanígy vagy, hogy van egy feladatod, azt meg kell csinálni minden áron. Vannak olyan dolgok, amikre most nem vállalkoznák már, egyrészt a korom miatt, másrészt a korom miatt, mert hogy ezt nagyon okosan megfogalmaztuk még 40 éves kor környékén, hogy 40 éves kor fölött lefele még lehet, fölfele már egy kicsit nehezebb ugrani. Amíg fiatal az ember, még 40 évesen is fiatal, az igazán jó pofa ez a dolog, de hát aztán már nem annyira jó pofa. Mindenem gyakorlatilag használhatatlan, mert nekünk nincs időnk arra, ugyanúgy az artistáknak nincs időnk arra, hogy regenerálódjunk. Nagyon érdekes, ha most nagy nehezen fölülnék a lóra, nem fölülnék, fölkecmeregnék. Ha már lovon vagyok, akkor elég sok mindent megcsinálok. De aztán rájön, hogy amikor futni kéne, nem úgy fut, szögdécselni, nem úgy tud szögdécselni, nem olyan gyors vagy, nehéz feldolgozni, nagyon nehéz feldolgozni. A mai napig is úgy vagyok, hogy gondolatban, hogy három ember beszól a kocsmában, majd szólnak nekem, majd egy kicsit rámozgok. Nem, úgy megvernek, mint szólás a lovat. Én imádtam lovagolni, tehát biztos, hogy ugyanúgy ellovagolnám meg egy normális lovaglásra egy lovat, de már nem akarok lovagolni, egyszerűen végigcsináltam mindent. És tudomásul kell venni, ez egyszerűen kész, tehát egyszerűen profi sportoló kiöregszik. Ha már ennyi filmet láttunk erről, egyszer tudni kell, hogy hol a vége. Én is kész félretettem, nem csinálok, akciórendező vagyok, kaszkodő szakértő vagyok, megmutatom, lejárom, hogy mi kell, de már nem állok oda, tudnék, nem tudom megcsinálni egyszerűen. Fizikailag képtelen vagyok rá. Hát ezt még én nem tudtam megélni, mert én még megtudom. Tudod? Hát ilyen egyszerű. Én most vagyok 64, és én nagyon jó tartom magam fizikálisan. Tehát én a mai napig azért edzem napi kettőt, és én még azért ugyanúgy én oda tudom tenni, vagy ha engem elhívnak filmezni, én nem bujkálok el a háttérbe, én odaállok a csatába, és ugyanazt végignyomom. Úgyhogy én ezt még nem tudom. Hát még két héttel ezelőtt is forgattam egy filmet, úgyhogy ilyen gyógyszerreklámokba szoktak hívni, meg ilyen szuper nagy is filmekbe, de hát természetesen komoly feladatokat már nem vállalok, mert azért az embernek más a mozgása, mások a reflexei már így túl a 60-on, az idő elmúlt. Minden embernek meg kell barátkozni avval a gondolattal, hogy elhalványulsz, elmúlsz. Megbarátkoztam vele. Minden, amit látsz, törékeny egyensúlyban áll egymással. A dzsungelkönyv rendezőjétől. Míg más azt nézi, mit vehetne el, egy igaz király azt nézi, mit adhat. Idén nyáron. Nekem egyszer azt mondták, hogy Gabikám, most már nyugodtan az egyik filmben, nyugodtan meg is hallhatsz, azt csinálsz magaddal, amit akarsz, mert akkor is befejezzük a filmet. Ezzel a digitális technikával, ugye. Hát leveszik a hangodat, leveszik a mozgásodat, és akkor ott egy új konzgába, beklónoznak. Félő, hogy egyszer csak lesz olyan technológia és olyan kamera technika és kameramozgatási technika, ami képes kiváltani akár a színészt, vagy akár a kaszkadőreket, a kaszkadőr mozgásokat. Most még van egy nagyon jó egyensúly, mert a zöld háttér előtt, meg a kék boxban is mi vagyunk. De most láttam egy jelenetet a Marco Polo-ban, Móra Attila barátom,
összerakott magának egy kis demoanyagot, a lovak mennek, galopoznak A-ból B-be végig a falvakon, égnek a lovak. Nem látni, hogy CGI. Egyszerűen hihetetlen, de annyira jól meg van csinálva. Ha megnézel egy ilyen digitális filmet, nem tudják fölvenni azt, hogy egy tömeg vív. Szóval annak életszagúnak kell lenni, hogy így mondjam. Elüt egy autó valakit, annak ott repülni kell, és esni, és tompítani, és betörik a szélvédő. Hát most, ha azt, amíg ott kikockázzák, meg minden megcsinálják, az nem tudom elképzelni. Nagyon látszik a digitális technikán, hogy az egy trükk. Szakmabeli vagy egy hozzáértő számára ordít a különbség. Én látom a filmen azonnal, hogy az digitálisan van, vagy valódi, de egyébként meg az átlagnézőnek, főleg aki mondjuk tévéképernyő előtt ül, tehát ha az igényesen meg van csinálva, nem látod meg rajta. Ha igazán az ember az igényességre vágyik, akár mozdulatsorokban is, tehát egy verekedésnél, egy autós borulásnál, egy ugratásnál, halálpontosan nem lehet leimitálni. Én azt hiszem, hogy értéke csak akkor van, hogyha ez a kettő egymás mellett megfér és segíti egymást. Igazából csak megjósolni lehet, de hát remélem, hogy van lesz múzeum, és akkor még ott bekapcsolod, és akkor ezt a dokumentumfilmet megvetítik.